A futás hozzájárul a testi és lelki egyensúly fenntartásához. Emiatt tartotta fontosnak Kiskörösváros önkormányzata, hogy idén is megszervezze a Fuss az egészségedért Libba futam elnevezésű futóversenyt november 12-én, mely az Együtt egy szebb jövőért projektnek köszönhetően valósulhatott meg. Az idei Libba futamra 156-an regisztráltak, és a helyi Nordic Walking csapatával együtt közel 130-an álltak rajthoz. A versenyre előzetesen online módon is lehetett jelentkezni. A regisztrációs pontnál mindenkinek meg kellett jelenni, hogy megkaphassa az időméréshez szükséges bokacsippet, valamint a rajtszámot. Akik előzetesen regisztráltak, azok külön ajándékcsomagot is kaptak. A bemelegítést Ambrusné Torma Petra tartotta a futóknak, majd 11 óra után Domonyi László polgármester indította el a mezőnyt. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. A futók most is akasztó irányába indultak, 5, 10 és 21 kilométeres távokat teljesítve. A szervezésbe idén is bekapcsolódott a Bács-Kiskun megyei Szabadidős Sportszövetség. A megyei szervezet idén is minden segítséget megadott ahhoz, hogy a kiskörösi versenyt profi színvonalon lehessen megrendezni. Hát mi ugye a technikai részét is biztosítjuk, ugye úgy, mint a kaput, a csípes időmérést, a hangtechnikát, akkor nagyon jó konferálónk volt, ugye, aki a Süri Robert, ugye Szegeden lehet, hogy többen is ismerik Pik Szeged meccseket, ugye ő szokta vezetni, úgyhogy mi próbálunk sátrakkal, mindennel, ami egy rendezvényhez ugye szükséges. Fekete Renáta nem csak szervezőként, hanem futóként is részt vett a versenyen. Az 5 kilométeres táv 35 év feletti kategóriájában aranyérmet szerzett. Nagyon meglepődtem, hogy első helyezett lettem. Tegnap éppen voltam egy másfél órás boxedzésen, és így arra számítottam, hogy ez most nagyon nem fog menni, úgyhogy ahhoz képest engem is meglepett, úgyhogy engem is büszkeséget tölt el, hogy az első aranyomat megszereztem, valószínűleg az utolsót is. A Libba futam résztvevőit a szervezők idén is teával, zsíros kenyérrel és ludaskásával várták a befutónál, de a város kemencéjénél készített ételeket is megkóstolhatták.